Köszöntjük a fehérvári beszélgetések valamennyi nézőjét. Én is szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Hogyha már így minket látnak egyszerre, akkor azt lehet sejteni, hogy olyan vendégünk van itt a stúdióban, akinek biztosan köze van a zenéhez, mert ugye ekkor szoktunk Marcival itt ülni ketten. Igen, és nem más vendégünk ma, mint Alapi István, többek között az Edda zenekar gitárosa. Szia, Pisti, köszönöm szépen. Sziasztok, én is köszöntöm a Fehérvár TV nézőit. Meghívást. Az egyik apropó, ami miatt nagyon örülök, hogy eljött ide hozzánk, hogy nemrégiben két hete sincs talán volt ez Edda zenekarnak a arénába egy koncertje. Erről, igen, hogyha egy picit mesélj az előkészületekről, meg magáról a koncertről. Igen, hát egy ilyen aréna buli az mindig nagyon komoly előkészületeket igényel, úgyhogy több hónapos rákészülés van ilyenkor mindig, mert hát nyilvánvalóan az a lényeg, hogy egy olyan műsort adjunk az embereknek, amit egyébként az év többi részében, a többi koncerten nem láthatnak ebben a formában. Úgyhogy elővettünk olyan dalokat, amiket akár 20-25 évvel ezelőtt is már nem, vagy 20-25 éve már nem játszottunk. És hát tényleg olyan fura az egész, mert voltak olyan dalok, amiket így elkezdtem hallgatgatni, és így néztem, olyan volt, mintha nem is én, tehát mint egy vadidegen ember játszotta volna, le kellett szedegetni hangról hangra az összes dolgot, és így vakartam a fejem, hogy mekkora energiánk volt 20 évvel ezelőtt ilyen dolgokra. Ez ennyire látszik a hangzásban? Nem a hangzásban, hanem az, hogy hát tényleg 20-25 évvel ezelőtt az ember pontosan annyival volt fiatalabb, és annyival több fölösleges energiája volt ahhoz, hogy mindenféle elmebeteg zenekari részeket, meg gitárszólókat találtam ki, és volt, amivel meg kellett küzdenem, tényleg. Tehát elültem, és mondtam, hogy hát, ha én most ezt, az jutott eszembe, mikor egyszer az Aldi Meolát megkérdezték arról, hogy az legutóbbi lemezén miért nem játszik annyira intenzíven, mint régebben, és akkor azt mondta, hogy ha most olyan intenzíven akarnék játszani, mint 20 éves koromban, akkor valószínűleg infarktust kapnék. és ez volt, hogy így eszembe jutott ez a mondat, hogy tényleg leizzadtam, meg kellett tanulnom ilyen marhaságokat. És hogyha most bocsánat, az Edda zenekarról, hogyha beszélünk, jól tudom, akkor talán veled indult az Edda, de hogy te nem voltál végig az Edda zenekarban, hát volt kisebb kihagyás, és aztán újra bekerültél a zenekarba. Sokkal összetettebb dolog. Amikor az Edda művek először befutott ebben az országban, akkor én konkrétan éppen kijöttem a gimiből. Tehát a 81-ben, ha jól emlékszem, 81-ben jelent meg az első lemezük, én éppen akkor érettségiztem egy éve. És akkor természetesen közöm nem volt ez az egész dologhoz. Én Salgótarjánban laktam, ők miskolciak voltak. Ugyan ismertem a zenekart, mert előtte már jó néhány évvel, amikor még országos ismertségese volt a zenekarnak, akkor én láttam őket egyszer játszani. Ma Tiszaújvárosnak, akkor Leninvárosnak hívták ezt a várost, ahol az én kereszt szüleim éltek, és én ott egyszer láttam őket. Akkor még nem voltak híresek, csak a környéken. Úgyhogy akkor nekem még akkor jó néhány évig nem volt ehhez közöm. Én 1986 év vége, 87 év elejétől voltam a zenekar tagja folyamatosan 91-ig, és 91-ben elmentem külföldre egy évre, az akkori basszusgitárossal, a Pető Gábor barátommal elmentünk szerencsét próbálni, és aztán ott kiesett 91 és 93 között egy ilyen durván 2 éves időszak, és aztán 93-ban már én itthon voltam megint, és akkor volt az a szerencsétlen baleset, hogy az utánam a zenekarba bekerülő Kun Péter nevű fiatal gitáros meghalt sajnos egy közúti balesetben, és hát utána kerestek meg engem újra, hogy mi lenne, ha megint együtt dolgoznánk, és hát onnantól a folyamat a mai napig megint csak folytatódik, tehát most már nem is tudom hány éve, újra 93-tól napjainkig is már évtizedek teltek el, tehát úgyhogy ez egy ilyen dolog. Na most visszatérve erre az aréna koncertre, tényleg nagyon impozáns, látványos, nagyon jó kis buli volt, és hát teljes elővételes teltház volt, már nem tudom mennyivel előtte nem lehetett már jegyhez hozzájutni, aminek persze nagyon örültünk, mert azért az azt igazolja, hogy kíváncsiak erre az emberek. Természetesen, hogy mindig van valami egy ilyen buli körül, minél jobban készül az ember valamire, és minél jobban szeretné, hogy ez most nagyon jó legyen, annál nagyobb a valószínűsége, hogy történnek különböző kellemetlen tényezők. Hát itt a stáb több tagja is lebetegedett a közvetlen a buli előtt, jó magamat is beleértve. Tehát tulajdonképpen
a buli maga az ilyen szinte túlélő túrává alakult a részemről, ilyen magas lázzal, rossz környezet, szedtem ilyen fájdalomcsillapítókat, meg ilyen vackokat, hogy túl tudjuk élni. Ami csak azért bosszantó, mert hát ilyen koncertek nem minden nap vannak. Tehát most két, általában nekünk nagyjából az a jellemző, hogy ilyen két évente csinálunk egy-egy ilyen bulit, pláne hogyha valami jubileumi dátumhoz kapcsolódik, itt most konkrétan a 44 éves a zenekar ebben az évben, és hát kimondani is rossz egyébként. És hány hónapig készültetek egyébként erre a koncertre? Hát egy olyan két hónapos próba időszak előzte meg ezt az egészet. Intenzív, tehát gyakorlatilag szinte minden nap próbáltunk. Ebből az utolsó két hétben a teljes színpaddal, tehát nem csak egy ilyen kisebb próbahelyen a zenekar maga, hanem már az egész ottani színpad méretekben, vagy színpad helyesen fölrakott cájgal. Tehát akkor az egész sót lepróbáltatok. Hát gyakorlatilag mondani. Igen, gyakorlatilag igen, igen. Azért két hónap minden nap próba, azért azt gondolom azért... Hát, nem kicsit megterhelő. Igen, és hát ezek azért elég hosszú, pláne az utolsó két hetes időszak az úgy nézett ki, hogy ilyen reggel 10-től este 6-ig minden nap, tehát... Az kemény. Az jutott eszembe, még a bevezetőben ugye említettem, hogy többek között az Edd a zenekar gitárosa vagy. Igen. De azért szerintem a kedves nézők közül, és akik nyilván zenészek sokan ismernek, hogy azért te játszol elsősorban jazzzenét, popzenét, tehát nagyon sokféle műfajt játsz, hogy ez az életedben neked, ez mikor jött, hogy előbb volt a rockzene, és akkor utána kezdtél a jazzzel foglalkozni, hogy ez hogy történt? Borzasztó érdekes dolog. Mielőtt még eljutnánk odáig, én nem vagyok jazzgitáros, és nem is vagyok jazzzenész. De az vagy szerintem. Jó, köszi. Nem csak jazzgitáros, de hogy... Igen. Tehát a következő történt, én egész kisgyerek koromban, tehát értem ez alatt a 4-5 éves koromat, azonnal vonzódtam nagyon erősen mindenféle zenéhez, annak ellenére, hogy a családban nálunk nem voltak zenészek. Tehát senki, volt az egyik dédnagyapám hegedűs volt, meg karmester, de én őt már nem ismertem, tehát mindig azon viccelődtünk a családban, lehet, hogy én az ő reinkarnációja vagyok. Tényleg senki más nem foglalkozott igazából a zenével. Annyi, hogy az anyai nagyapám, ő nagyon nagy zenerajongó volt, hát koránál fogva elsősorban klasszikus zenerajongó, és hát ő kisgyerek koromtól mindig leültetett engem a rádióhoz, és ő mindig kijegyzetelte, hogy milyen komoly zenei műsorok lesznek a rádióban, akkor mindig odaültetett engem, és akkor magyarázta nekem, hogy hallgass meg kisfiam, hogy mit tudom én, itt a Valkürök lovaglás, és akkor hogy most a Kürtök, és valahogy valamennyire értett ehhez a dologhoz, de inkább csak ilyen rajongóként, viszont nagyon jó érzéke volt ahhoz, hogy miről szól maga a zene, mi a zenének a funkciója az emberek életében. És ezt nagyon jól át tudta, nagyon izgalmasan át tudta adni nekem, mint pici gyereknek, és teljesen megfertőzött ezekkel a dolgokkal. És akkor innen jött, hogy te elmentél zeneiskolába. És onnan jött az, hogy azért ez nem volt ennyire egyértelmű, tehát én nem jártam azt a hivatalos utat, hogy mondjuk 6 éves koromban beiratnak a hegedülni a helyi zeneiskolába, hanem én 10 éves voltam, amikor kaptam egy akusztikus gitárt szintén az anyai nagypapámtól, de akkor már tényleg úgy volt, hogy látták, hogy valami hangszer közelébe kell, hogy engem terelgessenek, mert hazongora volt a közelben, nekünk sajnos nem volt otthon, csak rokonoknál, akkor engem nem lehetett onnan elvontatni, addig ültem, amíg azt nem mondták, hogy kisfiam, most már menjünk haza. És akkor kaptam egy akusztikus gitárt, és akkor bementem, kijöttem a suliból délután, szembe az utca másik oldalán volt a zeneiskola, ismertem egyébként az igazgatót, bementem hozzá, bekopogtam, és mondtam neki, hogy Laci bácsi, én szeretnék gitározni, tanulni. És akkor azt mondta nekem, hogy ó, kisfiam, ez a gitár olyan komolytalan hangszer, miért akarsz te gitározni? Miért? Van itt, nézd csak, és a sarokban volt egy tuba. És azt mondja, mi más? És én ott álltam, nem túl nagy gyerek 10 évesen, és akkor mutatja nekem, nézd csak azt a gyönyörű hangszert. Azt mondja, hogy azt szerintem az neked van kitalálva, és így néztem ezt a tubát. És így gondolkodtam magamban, hogy nem, Laci bácsi biztos megbolondult. Hát most mondom, hogy gitározni szeretnék tanulni.
tanulni, és azt mondja nekem, hogy... És annyira megijedtem ettől, hogy itt ebből nagy baj lesz, hogy mondtam, hogy jó, Laci bácsi, majd mindjárt csak ki kéne szaladnom a mosdóba egy pillanatra, és hazafutottam. Tehát kivettem az irodájából, és hazaszaladtam, és ezzel véget ért a klasszikus gitárosi karrier. De akkor azért a szerencse, én úgy érzem, hogy a szüleid, rokonok támogattak. Persze, a zenei pályában, mert azért ez nem mindenkinél, mondjuk ugye sokszor elhangzik az a mondat, hogy jó van kisfiam, de legyen egy tisztességes szakmár. Tehát, hogy azért egy szerencs, hogy ebbe támogattak. Ez itt, ez azért nálunk is volt, de nem terrorizmus szintjén. Tehát valahogy tényleg az volt, hogy a szüleim is szerették általában az ilyen mindenfajta művészeteket, tehát színház, zene, stb. Ilyesmi, és engem nagyon támogattak ebbe, ami tényleg nagyon nagy dolog volt, mert én rengeteg olyat látok, nekem is vannak tanítványaim, akik küzdenek a szülőkkel, mert az az alapkoncepció, hogy merre a hülyeségre költesz pénzt, és ahelyett, hogy valami tisztességes, és jönnek a szokásos sztereotípiek, hogy nekem ebben nagyon nagy szerencsém volt. De aztán egy-két év eltelt, és akkor elkezdődött egy olyan kezdeményezés indult el, hogy a Gonda professzor úr, ugye, aki a Jazz Tanszaknak akkor még javában az igazgatója volt, elindított egy kezdeményezést, hogy vidéki zeneiskolákba próbálkozzanak meg jazz oktatással. És akkor valahogy az egyik ilyen iskola, az pont a Salgótarjáni Zeneiskola lett, amit így kinéztek maguknak erre a célra. És akkor az volt, hogy két hetente, minden második héten 3-4 napra, akkor végzős jazz tanszakosok, egy gitáros, egy zongorista, egy dobos, egy bőgőtanár, eljöttek oda Salgótarjánba, és akkor ilyen hétfőtől csütörtökig ott voltak, és akkor lementek az órák azoknak a érdeklődő fiatal gyerekeknek, akik erre ráugrottak, mint például én is. De ez is egy ilyen furcsa dolog volt, mert tudni kell azt, hogy tényleg az volt, hogy engem párhuzamosan érdekelt az összes féle zene. Tehát én ugyanannyira lelkesedtem a legfrissebben megjelenő Led Zeppeli lemez hallatán, mint amennyire lelkesedtem azon, hogy meghallottam, mit tudom én, a Joe Pass-t játszani egy klubba, egy felvételen, amit nekem átmásolt valaki egy audio kazettár, és csörögtek a tányérok, mert egy olyan felvétel volt, hogy még a pincér hangosabban hallatszott, mint a zenekar. és tényleg ilyen, és akkor én ugyanannyira lelkesedtem, és ami nagyon meghatározó volt, miközben persze zenekaroztunk 14 éves korunktól már természetesen ilyen rockzene, tehát Uriah Heep, Deep Purple, hát az a kornak a megfelelő zenéi, és akkor ugyanakkor ilyen 14-15 éves koromban egyszer a magyar televízióban meghökkentő azt a kort ismerve, átvettek egy sorozatot, egy német zenei sorozatot, Musikladen néven ment ez a sorozat, valamelyik ilyen stúdióban, német stúdióban mindenféle zenekarok bementek és élőbe játszottak. De sok műfajú történet volt. Tehát ebben volt korabeli népszerű popzenekar, és egyszer csak, én ezeket mindig néztem, és egyszer csak odaülök megint, Musikladen adás, mindig bekészítettem, volt egy MK25-ös kis kazettás magnóm, és akkor vetted a és azonnal a tévéről direktbe, igen, vettem fel az összes ilyet, és akkor egyszer csak ki van írva, hogy a mai program Chick Corea és a Return to Forever zenekar. Így ültem, fogalmam nem volt, hogy mi az. És akkor látom. Igen, és akkor így ott ültem, és akkor még nem az Aldi Meola gitározott éppen, akkor a Bill Connors gitározott. Bill Connors, Stanley Clark, Lenny White, Corea. És akkor akkor megjött a rettenet, döbbenet. Tehát így néztem ezt. Így is lehet. Igen, tehát hogy ez a műfaj, ahol azt éreztem csak, hogy ennek az improvizatív zenének a szabadsága, az teljesen egyszer csak ilyen harmóniában megjelenik a rock zenének a szandjaival, az energiájával, annak az agressziójával, ha így tetszik. És akkor így döbbenten ültem ott, és egy életre kaptam egy ilyen injekciót, akkor egy ilyen meghatározó pillanat volt, és akkor innen megindult az őrület, mert akkor elkezdtem az ilyenfajta zenéket vadászni, és akkor jött a Mahavishnu Orchestra, John McLaughlin korabeli, aztán az egyéb progresszív korabeli zenék, a Yes, az Emerson, Lake & Palmer, ami meg megint csak a klasszikus zene és a folk meg a rock zene fúziója volt. Tehát ezek a dolgok teljesen kitöltötték az életem, és temet akkoriban, ilyen 15-16 éves koromban kezdett egyáltalán nem érdekelni a klasszikus értelembe vett rockzene. Annyira, hogy
hogy utána nagyon gyorsan alakítottunk is ott a Salgóterjánban egy zenekart, ami hát egy ilyen, pontosan ilyen ma fúziósnak hívnák, vagy ilyesminek, de hát akkor úgy hívták, hogy jazz rock, meg mit tudom én, tehát ilyen progresszív valami, instrumentális zenekart, és hát ez belevetettük magunkat, hogy ilyen zenét fogunk játszani, írtunk ilyen stílusú dalokat. Annyira, hogy aztán a 83-as Ki mit tudon, ott döntősök is voltunk, dobogósok voltunk ezzel a nem létező műfajjal, akkor, úgyhogy nagyon belelkesedtünk, de hát aztán jött a klasszikus, a fiúk életében következő történet, hogy ugye jött a katonaság, másfél évig én még voltam katona, és az úgy megtörte ezt a lendületet, és mikor onnan aztán hazajöttem másfél év után, akkor én nagyon hamar átláttam azt, hogyha én Salgóterjánban maradok, meg nagyon szerettem a várost, a mai napig nagyon szeretem, ha én ott maradok, akkor nem fogok tudni a zenéhez közel kerülni, és nem fogok tudni ezzel foglalkozni. Úgyhogy szedtem a sátorfámat, és ilyen hirtelen elhatározásból elköltöztem Pestre. Volt néhány ismerősöm, ott elkezdtem zenekarozni haverjaimmal, és egy év se telt el ettől kezdve, tehát hogy én éppen egy évig voltam Pesten, és akkor ott ilyen zenekaroztam, amikor is aztán bekerültem az Eddába, és hát ez, mondom, volt ez a 2 éves kihagyás, ezzel együtt most már itt 30 éve, nem tudom mennyi. Ez a fontos információ még talán nem hangzott el itt a beszélgetés során, hogy te zeneszerző is vagy. Igen. És most a beszélgetésből egyébként kiderült, ugye futólag említetted, hogy már 16-7 évesen saját számokat írtál. Hogy ez neked bekerült az Eddába, és nyilván egy nagyon jó futó és egy nagyon színvonalas jó zenekar, de ettől függetlenül te kizárólag úgy érezted magadat csak teljes embernek, hogyha saját számokat is, és az Edda mellett van egy olyan zenekar, és ami önmegvalósítást. Igen, tökéletesen megmaradt az a dolog, hogy annak ellenére, hogy tényleg az életem elmúlt évtizedeinek a nagy részét az Edda művekbe való zenélés tölti ki, mert hát azért ez egy ilyen teljes embert kívánó életforma, azért ezt lehet tudni. Mert azért évi ilyen, voltak olyan évek, amikor mondjuk 165 koncertünk volt egy évben. Tehát azért amellett azért örülsz, ha levegőt veszel. Igen, és még most is azért ilyen 70 valamennyi a mai korban, ami hát azért még mindig nagyon jónak számít. És emellett azért én mindig, nekem mindig megmaradt az, hogy állandóan foglalkoztam másfajta zenével is. Sőt, hát egy időben nagyon sokat, úgy mondják ezt szakmailag, hogy sessionöztem nagyon sokat, tehát nagyon sok lemezen játszottam, főleg a 90-es években. Érdekes, hogy ez jellemző, hogy minden évtizednek egyébként, ez külföldön is nagyjából az összes országban így van, meg nálunk is, hogy minden évtizednek megvannak az adott hangszeren az akkor éppen, mondjuk úgy, hogy foglalkoztatott vagy népszerű session emberei, akiket úgy elhívnak ilyen-olyan-amolyan stílusú lemezekre játszani, és hát a 90-es években, hát nekem volt olyan év ebben az időszakban, hogy volt olyan, amikor egy évben 25 lemezen játszottam, ez nem Edda lemez volt, hanem mindenféle, csak egy év alatt. Hát nem tudom, eddig nem számoltam igazán, meg nem is tudom mindet összeszámolni, mert nincs is nekem meg az összes album, amin játszottam ezek között. Vannak szélsőséges műfajúak egyébként, tényleg a dance zenétől, a hard rockon át, a mit tudom én, olyan lemezekig, mint például, mit tudom én, a Szakcsi Béla bácsi, meg az Andodrommal közösen csinált lemezén, Roma Jazz, tehát amit el lehet képzelni, minden ilyesmi van. De nem tudom pontosan mennyi, de hát egy ilyen 300-400 album körül van az, ami közreműködtem. Ebben vannak olyanok, amik Magyarországon meg se jelentek, tehát van olyan, ami mondjuk Görögországban jelent meg, van, ami Szerbiában van, ami Amerikában van, Angliában, tudom én. Tehát ilyen nagyon sok ilyen munkám volt, és amellett meg hát elkezdtem szólólemezeket készíteni a 90-es évek közepe táján. Volt az első 96-ban, és akkor hát azóta már jó néhány van ebből, ezek közül, ami talán úgy érdekes, hogy 2012-ben az év jazz lemeze lett az akkor megjelent Nix Factor című albumom, amin jókat nevettem, mert én egyáltalán nem tartom jazz albumnak ezt, és az is meglepett, hogy eleve jelölve volt az ötben, aztán, hogy meg is kapta, vagy hát, hogy meg is nyerte, mint az év jazz albuma,
ezt a címet, hát olyanok mellett, hogy a Dress Misi lemeze volt ott még amellett, akkor nem is tudom, kik voltak még akkor jelölve, tehát tényleg nagyon komoly produkciók között. Úgyhogy jót nevettem ez magamban. A ezen. Meg is kaptam egyébként, hát meg is kaptam az ortodox jazzisták egy részétől, hogy hát ez hogy lehetséges. Például volt egy, most mondjam a nevét, bemondom, hát nekem aztán tök mindegy, nem függök tőle. A Malosik Robi például tele kiabált a lehetséges fórumokat azzal, hogy ez micsoda megalázó, hogy egy olyan ember lemeze, hogy lehetett az év jazz lemeze, aki egyébként az év nagy részében a kör közepén állokot játsza. Tudomás, én nekem az a véleményem és a meglátásom, hogy 2018 van, és nagyon kevés ember veszi ezt tudomást, hogy megváltozott a világ, változik a világ. Az, hogy nem tudom, ezelőtt 50-60 éve ugye megszülettek a jazz standardek, és az sok évtized mindenki játszotta, de hát ez nem lehet az öröki valóság, mindig az újításra törekedett mindenki, ha csak most Miles Davis, John Coltrane-re gondolunk, ez nem mehet így, hát változik a világ, hát most 100 év múlva is ugyanezek, tehát hogy el kell indulni valami irányba. Magának ennek a műfajnak ez volt a lényege. A lázadás, az újítás, igen, a kötöttségek lerázása, a műfaji sablonoknak a megváltoztatása. Pontosan ez volt a lényeg, és néha azt érzem, hogy egyes emberek ortodoxabb és vaskalaposabb szemlélettel állnak a dologhoz. Hát tudok olyan példát, hogy volt egy kedves barátom, elmentem egyszer, jazz tanszakra járt, gitáros volt, és a végzős diploma koncertjére, vagy nem tudom, elmentem egyszer, és akkor ott volt az az eset, hogy hát nem csinált ő heavy metal szandot, hanem valami kis minimális effekteket használt ilyen, és akkor valaki, aki akkor a tanári karban még a régi koncepciót követte, felugrott, és elkezdett kiabálni, hogy nem rock tanszak. Azért, mert nem a legtradicionálisabb Wes Montgomery gitárszandot használta, amit mint egy évszázada volt szokás. Tehát, na mindegy. Úgyhogy ezek ilyen nagyon furcsa dolgok. Nagyon furcsa. Nehezen mozdulnak ki a komfortzónából is. Most már azért már az van, hogy hál' Istennek van egy olyan generáció, már talán nem is egy, hanem már több is, akik már teljesen másképp állnak ehhez az egészhez, és hála Istennek, hogy így van, mert ők fogják előre mozdítani ezt az egészet. Meg már mozdítják is javába. Mm. Tehát ez nagyon jó, ennek én mondjuk személy szerint nagyon örülök. Te azon zenészek közé tartozol, aki mondjuk aktív közösségi életet él a Facebookon is, igen, hiszen aktív az oldalad. Ezt miért tartottad fontosnak? Érdekes ez az egész dolog, hogy egyrészt fontosnak tartottam azt, hogy a rólam kialakult kép az nem merüljön ki abban, amiről beszéltünk korábban, hogy van ez a srác, aki mit tudom én, 30 éve gitározik az Eddába, és hát azért az információk többsége nehezen jut el az emberekhez, azok az információk, amik túlmutatnak ezen a dolgon. És erre kiváló lehetőséget ad az internet végül is, és hát most jelen pillanatban a Facebook, hogy az embereknek én átadjam azokat az információkat, amik nem abban merülnek ki, amiket mindenki tud, hogy tehát az összes egyéb dolgaimat nyilvánosság elé tudom vinni. Nagyon érdekes, mert az ember azt gondolná, hogy ennek igazán nagy hatása van. Sokkal kevesebb hatása van a Facebooknak, nekem az a véleményem, az a tapasztalatom, mint amennyit gondolunk róla. Tehát például az ember azt hinné, hogy nagyon nagy reklámereje van, mert hogyha van egy koncertem, vagy megjelenik egy albumom, akkor hogyha én ezt megfelelő módon is ott prezentálom, és nagyon sok ember van az oldalamon, ahhoz képest, tehát egy hangszeres emberhez képest, aki nem celeb, és nem egy popénekes, tehát tudom, van mondjuk 14 ezer ember a Facebook oldalamon. Azt hinné az ember, hogy ez bőven elég fórum ahhoz, hogy ha van egy koncertem, akkor nyugodt lehessek attól, hogy tudomásukra jut, hogy eljönnek. És aztán rá kell jönni, hogy ez úgy néz ki ez a dolog, hogy az emberek a Facebookon élnek egy ilyen saját belső életet, mindent lájkolnak, mindenre újonganak, ott leszünk, megyünk, és aztán nem. Tehát gyakorlatilag elképesztő, hogy megjelenik az új albumod, jaj, de jó, én már is vevő vagyok rá, és már is. És aztán pontosan ugyanúgy kiderül, hogy senki nem vesz meg semmit, letölti ingyen, kettő nap múlva fölkerül a torrent oldalakra,
teljes katasztrófa. Ez így van. És ha jól tudom, egyébként most Borlai Gergővel is dolgozol, dolgoztál együtt, ha erről egy picit mesélni, hogy kik játszanak, és hogy ez milyen projekt. Igen, hát az elmúlt években megjelent albumaimat, aki ismeri, az tudja, hogy az konkrétan ilyen, ezek konkrétan ilyen fusion albumok. És most az utóbbi időszakban, már előtte gondolkodtam, hogy ha megint csinálok egy ilyen szólóalbumot, az milyen legyen. És nem akartam egyenes folytatásaként az előző kettőnek egy újabb ilyen jellegű albumot készíteni, és ráadásul ebbe megerősített az is, vagy egy olyan fajta inspiráció jött, hogy két évvel ezelőtt voltam a világ leghíresebb hangszervásárán Amerikában, ezen a NAMM Show-n, ami Los Angeles menet Anaheimban van, és ott voltam játszani, akkor endorzere voltam egy olasz erősítőgyártó cégnek, és ők hívtak meg oda játszani, és hát nagyon illusztris környezetben, mert ugyanennek a cégnek tehát mit tudom én játszottam, mit tudom én, hát 10 órakor, és 10:30-kor a Frank Gambale ugyanazon a strandon, és akkor utána a Dean Brown ugyanazon a strandon, és akkor a Bona. Szóval itt ilyen, nagyon, igen. Ilyen senki házi. Ilyen csupa, nézegetem, hogy kik ezek. Kutyöntők, igen. Igen. És hát tényleg borzasztó nagy élmény volt. És akkor ott, ez ugyancsak egy 4 napos rendezvény, de hát egy ilyen 2 hetet töltöttünk ott kint a feleségemmel, mert hogy akkor összekötöttük a kellemeset a még kellemesebben. És hát vannak kint olyan barátaim, vagy ismerőseim, akik hát ebbe a kinti könnyűzenei életbe vannak benne nagyon intenzíven, ilyen az összes haverjuk az mind ilyen ottani menő rockzenészek, meg ilyenek között. És akkor hát így ezek, ők aztán így vittek engem, mint a véres kardot ide-oda, amoda mindenhova itt. Még megérkeztünk délután 3-kor, már 2 óra múlva már jameltem valahol Los Angelesbe egy helyen, azt sem tudtam, hogy hol vagyok. Gyakorlatilag is még már utaztunk 2 napja. Na mindegy, szóval, hogy ott rengeteg ilyen hatás ért, és akkor azt gondoltam, hogy egy olyan albumot fogok következőre készíteni, ami konkrét rock instrumentális album. Nem fúziós, nem jazz, nem, hanem egy kifejezett rock instrumentális album, és meg is írtam akkor elég gyorsan ezeket a dalokat, és akkor ilyen demo szinten rögzítettem, de először azt gondoltam, hogy mindent én fogok csinálni, tehát ilyen one man show-szerű lett a történet, mert hogy én basszusoztam, billentyűztem, gitároztam, és írtam doprogramokat. És azokat is ilyen teljesen készre, mert azt gondoltam, hogy ilyen egyszemélyes album lesz. És aztán egyszer csak valahogy, nem is tudom, hogy indult ez az egész dolog, de valahogy a Gergővel éppen valahogy beszélgettünk, vagy valahogy így kapcsolatba kerültünk, és akkor eszembe jutott, hogy megkérdezem a Gergőt, hogy volna-e kedve ehhez, hogy ezt ő megcsinálja, és akkor elkezdtünk erről beszélgetni, átküldtem neki a nótákat, és akkor nagyon lelkes volt. De annyira, hogy mit tudom, 2-3 nap múlva már idézőjében leszállította az összes nótát, fölvette, feldobolta, és hát azóta is folyamatosan kommunikálunk, mert csinálom a keverést otthon, és hát most már ez ilyen 99%-os állapotban van az is, és most már csak az van hátra, hogy a megjelenésnek a körülményei tisztázódjanak és alakuljanak ki ennek az albumnak a megjelenése. Hát a 2 személyes album lett így ebből, és hát majd lesz lemezbemutató, most ezt is elő Gergő vetette föl igazából, hogy mindenképpen kellene csinálnunk lemezbemutató bulit majd valamikor, hát nyilván őszre fog ez megjelenni valamikor, azt tervezem, és hogy akkor, de hát vele is nehéz egyeztetni, mert hát ő azért most már 3 éve állandóan Los Angelesbe él, és hát nagyon komoly elfoglaltságai vannak, tehát ő a Tony McAlpine dobosa, meg most a Gary Willis mindenki. Hát a Gary Willis-szel, de ő vele már korábban is még, igen, Barcelonából, De például a Dean Brown, Stuart Hamm, meg ő trióba, tehát rengeteg mindenkivel, Scott Kinsey zenekarába, tehát rengetegen. Rengeteg elfoglaltsága van, de hát biztos, hogy fogunk tudni erre időt találni valamikor ősszel. Hogyha már az elfoglaltságoknál tartunk, akkor így műsorunk végén, hadd kérdezzem meg, hogy hol találkozhatnak veled legközelebb az érdeklődők? Hát legközelebb,
Igazából az Edda turné elindul április 29-én Gyoma Endrődön, és onnantól kezdve nagyon intenzív, tehát rengeteg helyen. Addig egy, csak egy érdekesség, hogy április 14-én Pesten a Yes Pubban lesz egy olyan koncert, amin játszani fogok, de szintén egy érdekesség, mert az a zenekar, akikkel gyerekkoromban, még a Kimit tudom, 83-ban részt vettünk, ez a zenekar, ez egy pár éve elkezdett aktívan játszani, tehát így összetalálkoztunk néhány éve, és kitaláltuk, hogy azokat a kompozíciókat, amiket 18 éves korunkban írtunk, ezeket kicsit mai köntösbe öltöztetve újra kezdjük el játszani, és hát velük, ez az a zenekar neve, hogy Front zenekar. Ez nagyon egyszerű oka van, hogy miért hívták ezt a zenekart, annak semmi háborús vonatkozása nincs, hanem akkor Nógrád megyében a bányászat még nagyon intenzíven működött, a szénbányászat. És az első próbahelyünk, amit megkaptunk ingyen, hogy ott próbálhatunk, az a Bánya művelődési házában volt. És valami olyan nevet akartunk kitalálni, ami valami kicsit kötődik ehhez. Na most a front fejtés, az egy bányászati szakkifejezés, az azt jelenti, hogy ahol a szénfal van, és elkezdik szegény emberek verni csákánnyal lefelé a szenet onnan erről a szénfalról, azt hívják front fejtésnek. És akkor mi ezért lettünk akkor front zenekar. És velük lesz egy április 14-én egy buli Pesten. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a megkívást. Én is köszönöm, Pista, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Nézőinknek pedig megköszönjük a figyelmüket, fehérvári beszélgetésekkel természetesen holnap is jelentkezünk, és hát egy hasonló beszélgetés majd a rádióban is hallhatnak a kedves. Igen, innen átmegyünk. Én is nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Viszontlátásra.